Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Irányjelző közlekedési magazin áprilisi adását látják. Április végén mutatkozott be Magyarországon hivatalosan is a Citroen C5-ös, ötajtós és kombi változata. Ezzel a típussal az utóbbi idők legszebb és legformásabb autója került a hazai piacra. A Citroen C5-össel természetesen nagy sikerre áhítozunk. Elvégre 2001-ben mutattuk be az első változatát, aztán volt egy modellfrissítés, és ez a modell, ami most megérkezett, ez nagyon-nagyon-nagyon sokban különbözik az elődeitől, bár kétségtelen, hogy ez is ízig-vérig Citroen. Olyanban is választási lehetőséget kínálunk a C5-össel, ami más modellekre nem jellemző, ez pedig a felfüggesztés. Korábban a C5-össel összenőtt a hidraktív felfüggesztés fogalma, nyilván a Citroennek is az egyik legnagyobb értéke ez a fajta menetkomfort, de pontosan azért, mert ez az új modell sokkal szélesebb kört céloz meg, mint az elődei, így most acélrugós felfüggesztéssel is kapható már. A modellnek minden ütőkártyája megvan ahhoz, hogy valós sikert arasson akár az egyéni vásárlók között, akár pedig a vállalati vásárlók között. Részben a rendkívül dinamikus, nagyon egyedi stílusával, másrészt azzal a kínálattal, amit akár a váltók, akár a motorok, akár pedig a felfüggesztés terén kínálunk. Két pólusra tudjuk osztani jelen pillanatban a C5-ös kínálatát, az egyik sokkal inkább a kényelmet hangsúlyozza, ehhez való a hidraktív felfüggesztés, míg a másik póluson azért mégiscsak ott van a dinamikus, sportosabb vezetési stílus, amihez eleve sportosabb, oldalról jobban megtámasztott üléseket kínálunk, és természetesen az acélrugós felfüggesztéssel válik teljessé. A C5-ös négyajtós változata már most áprilisban megjelenik a magyar piacon, a Tourer változatra, tehát a kombi változatra még várnunk kell egy kicsit, ez valószínűleg nyárra tehető. Érdemes egyébként megnézni, hogy a kombiból is sikerült kihozni azt a sportos formát, amit a négyajtóssal elért a Citroen. Minden egyes C5-ös ABS-szel, illetve ESP-vel szerelt. Az Euro NCAP törés tesztjén 5 csillagot ért el. 33 pontot szerzett meg a 35-ből, amire nagyon büszkék vagyunk. Ez jelent aktív biztonságot, ugye akkor, amikor a vezető a kezében tudhatja teljes egészében az autó irányítását, és jelent passzív biztonságot, ez többnyire a légzsákok száma és a megerősített karosszéria jellemzi. A légzsákok száma a C5-ösnél 7-es, mert a megszokott két front légzsák, illetve a oldal légzsákok és a függöny légzsák mellett a vezető térdét ütközés esetén ugyancsak légzsák védi. Stábunk Korzikán járt, ahol kipróbáltuk az új Renault Laguna GT-t. Tavaly szeptemberben mutatta be a Renault a Lagunát, pontosabban a Lagunának a harmadik fázisát és annak is a Berlin változatát. Ezután következett a Break, azaz a Grand Tournak a bemutatója, ami a gyakorlatilag a magyar piacon a kombit jelenti. Most idén tavasszal egy újabb áttörés történt, mert megérkezett mind a két variációban a GT változat, ami a klasszikus Gran Turismot jellemzi. Mind a két, ugye a benzines, mint a dízelmotor 200 lóerő fölött van, tehát egy rettentő dinamikus, erős, gazdaságos motorok ennek ellenére. Milyen az autó? Hát remek, ezután a két perc után. Hadsebességes váltó van benne, viszonylag jól kapcsolható, könnyen kapcsolható, hosszúra áttételezett, hogy a fogyasztási paraméterei jók legyenek. Szeretem az olyan autókat, amelyek mindenféle túlkapás nélkül egyszerűen jók. Úgy gondolom, hogy a Renault Laguna is olyan volt, és a Renault Laguna GT meg pláne olyan. Azért kell lenni valami olyanféle kunsznak, ami ebből a uniformizált tömegből, amit úgy hívunk, hogy autóipar, kiemeli. Ami a legérdekesebb pontja az autónak, az egy különleges hátsó kerék kormányzás, amit korábban egyébként már a Honda csinált a Prelude modelljein. Az elvet fejlesztették tovább, legfeljebb 3,5 fokban elfordulnak a hátsó kerekek az első kerekek kormányzásakor. Érdekessége, hogy ellentétes irányban fordulnak el, hogyha alacsony tempóval megy, 60 km/h sebességig, hogy a városban, a szűkebb fordulókban, szűkebb kanyarokban, utcákban könnyebben beforduljon, és ha eléri a 60 km/h sebességet, illetve fölé emelkedik, akkor az első és a hátsó kerekek párhuzamosan kormányozódnak. Ez a megoldás elektromos,
elektronika figyeli az első kerekek elfordulási szögét, illetve a sebességet, ráadásul a kormány elfordítási sebességét is figyeli, és maga a beavatkozás az pedig kefe nélküli villanymotorral történik hátul. De természetesen ugye ez nem mehet a minőség rovására. Taxikon egy éve tesztelik ezt a rendszert, és azóta is hibátlanul működik. Az autó belső komfortja is különleges, rendkívül jók az ülések, nagyon jó kézre esnek a kezelőszervek, tökéletesen beállítható a vezetési pozíció, a műszerfal hangulata, a műszerfal színhatása, az információk összessége, minden azt szolgálja, hogy a vezető a lehető legpontosabban és a leglényegretörőbben tájékozódjon mindarról, ami számára fontos az autózás során. A következő újdonság pedig ősszel várható, amikor a Lagunának megérkezik majd a kupé verzió, ami egy valóban klasszikus kupé lesz, abban is majd választani lehet az összkerékkormányzott, vagy pedig a normál meghajtás között. Jó választásnak bizonyult a Suzuki részéről az 1,6 literes Citroen dízelmotor beépítése az SX4 motorterébe. Utunk során az átlagfogyasztás 5,1 liter volt. A hazánkban méltán népszerű Suzuki SX4 egy ideje a PSA Ford 1,6-os dízelével is rendelhető, ami papíron a legjobb választásnak tűnik a magyar gyártású, majdnem szabadidő autóhoz. Külsőleg még 2 év után is jó benyomást kelt, bár a forma kissé elfáradt. Ez a népszerűség sajnálatos velejárója. A beltér viszont remekül reprezentálja az SX4 kategóriák közöttiségét. A műszerfal formára kompakt kategória, anyagminőségre viszont inkább kis autós, és sajnos nehéz olyan helyet találni, ahol nem kopognak keményen a műanyagok. Mindemellett a kárpitok is elég egyszerűek. Dicséretes, hogy a rádió a kormányról is vezérelhető. Az utastér mérete egyébként szintén alsó-közép kategóriás, különösen hátul meggyőző a helykínálat, ennek köszönhetően az utasok térérzete is pompás. Szintén kis autós viszont a csomagtartó, ami 270 literével bevásárlásokra teszi csak alkalmassá az SX4-est, hosszabb túrákra már nem igen. A Suzuki-ban újnak számító 90 lovas, 1,6-es gázolajos motor nem az igazi az SX4-be. Itt egy kicsit rondán és hangosan kerregett az erőforrás. Mindemellett a dinamizmusra legalább nem lehet panaszunk, hiszen a papíron viszonylag szerény teljesítményhez képest meglepően jól viszi a 90 lóerő és a 215 Nm-es nyomaték az üresen 1200 kilós karosszériát. Jóval több lóerőt kinéznénk a gyorsulásból és főleg a rugalmasságból. A kormányzás szintén jó pontot érdemel, míg a futómű talán a legjobb pontja az autónak. Stabil, feszes, a magas építés ellenére is biztosan fogja az utat, és még a billegésre sem túlzottan hajlamos. A tesztautónak egyébként csak az első kerekei voltak hajtottak, ehhez képest még az alulkormányozottság sem volt zavaró gyors kanyarvétel közben. A fogyasztása kedvező. Városban 6,7, országúton erősen sietve is csak 5,3 litert fogyasztott. Ha ráérünk spórolni, ennél sokkal szebb számok is kijönnek. Az új évad előtt beszélgettünk a Harley Davidson ügyvezetőjével az idei újdonságaikról és a várható rendezvényekről. Ma végre kisütött a nap, és elindítjuk a szezont. Ma van a Harley Davidson szezonnyitó parti. Ilyenkor mindig összegyűlünk néhány százan, és örülünk annak, hogy kezdődik a motoros szezon. Maga az üzlet is felkészült. Soha ennyi új modell egy évben nem jelent meg, mint az idén. Néhány dolog az újdonságokról. Az idén jelent meg a Crossbone nevű motor, ami teljes mértékben a 40-es évek hangulatát idézi. A hagyományos Springer villával és egy kicsit ilyen bobber stílusú motorral. Én azt gondolom, hogy izgalmas motor. Természetesen ötvözve a mai technológiával és technikával. Azon kívül az idén jelent meg a Rocker is, ami úgy néz ki, mintha nem is a gyárba, hanem valamiféle motorépítő műhelybe készült volna. Ami még újdonság a Nyster, egy 1002-es Sportster, az is egy kicsit ilyen retro stílusú, hagyományőrző motor, megjelent a Fat Bob, tulajdonképpen egy hagyományos Dyna modellt és egy Fat Boyt ötvöz, talán innen a neve is. Ez egy agresszív kinézetű motor, úgy gondolom, hogy
méltán lesz népszerű azok körébe, akik mondjuk ezt a stílust kedvelik. A Mitsubishi Pajero 3,2 literes változatát próbáltuk ki szárazon és vizen. Az elegáns luxus terepjáró nem hagyott kétséget afelől, hogy minden körülmények között megfelel a kihívásoknak. A Mitsubishi Pajero Magyarországon forgalmazott legnagyobb változatát birtokoltuk egy hétig. Az utca forgalmából magasan kiemelkedő terepjáró nem csak a városi utakon, hanem minden olyan területen hibátlanul működött, ahol csak megfordultunk vele. Persze találhattunk volna olyan utakat, ahol akár el- vagy fennakadhattunk volna az útviszonyok miatt. De ki az, aki ezzel az autóval a tesztelés örömét elrontaná? Az utastérben 4 nagyméretű bőrülésben 4 nagyméretű ember bármilyen pozícióban elfér. A 2,3 tonnás önsúlyú Pajeróról nem sajnálták az anyagot, ami biztosíték arra, hogy minden terepen nagy biztonsággal közlekedjen. A 3,2 literes, 4 hengeres motorja 3800-as fordulaton adja le maximális 170 lóerejét. Legnagyobb nyomatéka 373 Nm 2000-es fordulatnál. 5 fokozatú automata váltójához egy mozdulattal kapcsolható összkerékhajtás, illetve felező tartozik. A középkonzolon találunk egy nagyméretű érintőképernyős kijelzőt, amint figyelemmel kísérhetjük a navigáció, az MP3-as rádiórendszer, valamint a tolató kamera képét is. Kiváló rádiójához tartozik egy 30 GB-os merevlemez is, amin hatalmas mennyiségű MP3-as zenét tárolhatunk. A csomagtérbe lett beépítve a tartalékülés, ennek használatával akár 7 ember is utazhat benne. A viszonylag nagyméretű 5. ajtóra helyezték a pótkereket, az így kialakuló holtér leküzdésében nagy segítségünkre van a tolatókamera. A fogyasztása arányban áll az autó méreteivel. Tesztünk során 14 literes átlaggal gurultunk. Összefoglalva, az autó kiemelkedik mind minőségében, mind méreteiben a városi forgatagból. Talán motorikusan megérdemelne egy kis ráncfelvarrást, ami a mai gazdasági helyzetben fontos szempont. Jó utat mindenkinek! 8 év és több mint 50 ezer eladott autó. Röviden számokban így foglalhatjuk össze a Weltautó teljesítményét. Ami hozzátartozik a Weltautóhoz. A Weltautót a Porsche Hungária 2000-ben indított el Magyarországon. Ez egy jól működő program volt már Ausztriában, így megfelelő tapasztalatokkal és megfelelő háttérrel indulhattunk. Azért vagyunk most itt, hogy megünnepeljük a Weltautó 50 ezeredik használt autó értékesítését, ami itt Vácon történt. Mi adtuk el, illetve mi fogjuk átadni az 50 ezeredik Weltautót, ami nem csak egy autóadását jelenti, hanem a 17 ezeredik garanciális Weltautó eladását is, illetve átadását is. Váci lakos vásárolta meg az 50 ezeredik gépkocsit. Érdekes, hogy a vásárlóinak több mint 50%-a már hölgy, ezért nagyon oda kell figyelnünk a minőségi kiszolgálásra és a megfelelő gépkocsi átadásra, mivel a hölgyek sokkal igényesebbek, mint az urak. Amikor a hölgyvásárlók eljönnek hozzánk, sokkal több időt töltenek a telephelyen egy autó kiválasztásával, viszont ha már beleszerettek, akkor azonnal vinni akarják. Ma Magyarországon nagyon sokan foglalkoznak használt autó értékesítéssel. Nagyon oda kell figyelni, mert nem mindegy az, hogy milyen THM-mel, illetve hitel százalékkal veszik meg az autókat. Ahányszor csak kipróbáltuk, mindig az elégedettség hangján tudtuk elmondani, hogy a Dacia az a típus, amely ízig-vérig a kelet-európai utakra készül. Emellett persze az sem baj, hogy 6 liternél kevesebbet fogyaszt 100 kilométerenként. A Renault nem szégyelte a marketingből évtizedek óta kitiltott olcsó jelzőt használni a Dacia-ra. A Logan ugyanis az, olcsó világautó. Először is szinte egyáltalán nem csúnya. A kasztni forma azért kis szedán, mert az a legolcsóbb a legnagyobb csomagtér mellett. A lemezek formáját az olcsóság szabta egész takarékosra. Az orrhegyessége kortalan és nemtelen, sőt csinos. Az oldalnézet egészségesen autót idéz. A Logan egészen helyes autó tud lenni. Az első dolog, ami eszünkbe jut, amikor beülünk, hogy nagy belülről. Elő szinte nem lepődtünk.